A Váci utcai illatszertár zsúfolásig tele van vásárlókkal, akik a karácsonyi ünnepekre készülnek. Így kezdődik a Móricz Zsigmond Színház legújabb előadása. A szerző az 1913-ban született László Miklós, aki a 20-as, 30-as évek színházi életének ünnepelt színésze, bulvár és kabari írója volt Bécstől Hollywoodig. A Vígjáték pesti bemutatója után Amerikában többször is színpadra került, és filmadaptációk is készültek belőle a kor igazi sztárjaival. Most nagy valószínűséggel a nyíregyházi publikumot hódítja majd meg a produkció, amelyet Mohácsi János állított színpadra. A rendező, aki közel 20 év után most újra a nyíregyházi társulattal dolgozott, úgy véli, a darab több évtizedes sikere nem véletlen. Szerintem valahol a kommercialitásában is van a sikere ennek a dolognak. Tehát az, hogy valakinek az is van eszébe, a szerzőnek, hogy 1937-ben ír egy olyan darabot, ami totál érintetlen a történelemtől, azért ez egy nagyon érdekes dolog. De ez az én véleményem, és ezt nem akartam belesűríteni a darabba. Ami a formai része az pedig az, hogy hát elképesztő jól ír a László Miklós. Nagyon jó párbeszédei vannak, nagyon jó dramaturgis, néha nem az én ízlésemnek, és szerintem nem a közönség ízlésének megfelelően oldja meg a darabot, mert nagyon sok mindent intéz a színfalakon kívül. Ezeket igyekeztünk kisimítani, ezeket a problémákat. A karácsony előtti nosztalgikus történetben a drogéria alkalmazottai keresik párjukat és helyüket az életben. Az üzlet tulajdonosát, Hammerschmidt urat, Horváth László Attila alakítja a Vígjátékban. A művész szerint nagyszerű próba folyamaton van túl a társulat. Én is kedvelem ezeket a század előtt polgári darabokat. Én szerintem az az oka, hogy azzal szokták definiálni, hogy a kis emberekről szól, és én ezt nagyon nem szeretem, ezt a kifejezést. Hogyha már valaki nem atomreaktort épít, és stb., akkor az, vagy éppen háborút vezet, akkor az kis ember. Nem, ez egy emberről szól, és az emberek létező problémájáról, amik meghatóak, megmosolyogtatóak, és az illetőnek, nekem, Hammerschmidt Miklósnak a legfontosabbak. Az életemről van szó. Az igazi örökzöld előadás a kortalan sztorinak köszönhetően aktuális ma is. Az érzelmes, félreértésekkel teli komédia remek kikapcsolódást ígér a nyíregyházi közönségnek.